itt vagyunk Budakeszin a Vadasparban, és hát ahogy említettük, ugye két darab krémfehér színű bárányka született, és közben pedig született szombaton egy fekete is, ugye, az előbb megpróbáltuk megmutatni. Így már van. Mennyi idősek ők most? Akit a kezemben fogok, ő január 5-én született, van egy másik kis fehér 11-én, és a kis fekete, ő pedig ugye szombaton jött a világra. Ezek a világosabb színűek, ezek cikta bárányok. Magyarországon több őshonos bárányféle él. Ugye mi talán a legismertebb az a racka, amelyiknek ilyen jellegzetesen... Bocsát, ilyenkor most anyukája balhézik, hogy az hiányolja? Hát hiányolja, tedd le, akkor nyugodtan. Ezzel a hanggal hívja vissza igazából őt. Ezt ugye viszont választ adott a kicsi igazából neki, hogy anya, itt vagyok, nem kell félned. Igen, és közben egyébként a nézők láthatják is a feketét is. Azt ugye előbb kérdeztem tőled, hogy műsoron kívül nem tudhatjuk, hogy ő még most fiú vagy lány, mert ugye még nem foghatjátok meg, mikor van az az idő, amikor először mondjuk meg tudjátok nézni a kicsit, hogy milyen nemű. Hát mi egy két hetet mindenképp szoktunk várni, azért, hogy a szagunkkal ne fertőzzük be úgymond szegény állatkát, hogy az anyja az nehogy elhagyja őt. Úgyhogy két hétig mindig szoktunk ezzel várni. Tehát visszatérve, ugye ők ciktabárányok, amelyiknek ilyen szép kunkori szarva van, ők a rackák, és ezek a ciktabárányokról még annyit érdemes tudni, hogy ők akkor, amikor a török kiment Magyarországról, akkor ugye német telepeseket hoztak be, hogy feltöltsék a magyar népességet, és ők hozták magukkal ide Magyarországra. Ez a fajta egyébként Németországban már ki is halt, és Magyarországon van egyedül gén megőrzés. Akkor vigyázni kell rájuk igazából? Folyamatosan figyeltek a szaporításra, elhelyezésükre? Hát, azt meg kell említenem, hogy nálunk, mi nem vagyunk részei ennek a génmegőrzési programnak, viszont Gödöllőn ott van egy igen nagy állomány ennek az állatnak, mert hogy sehol máshol a világon nem élnek. Mi ugye bemutatási céllal tartjuk ezeket az állatokat. Itt, hogy mi újság van a klasszikus birkanyírással? Birkanyírással? Hát mint látszik, azért szép nagy gyapja van ezeknek az állatoknak, viszont nem túl finom a szőre. Igen, eléggé ilyen kemény. Ugye? Igen, eléggé sűrű, vagy hát keménykés a szőre. Hát régen a pásztorok azok a rackának a bundájából csinálták ugye maguknak a subát. A rackának a szőréből egyébként például... Bocsánat, ez teljesen normális, amit egyébként közben a nézők látnak, hogy a legkisebbet a fiúk lögdösik arrébb? Egy kosunk van egyébként, van egy tehát nem mindegyik szarvalt állat az kos, aha, ugye itt a nőstényeknél, tehát az anyajuhoknál is megfigyelhető ez. Hát jelzi, hogy ide ne gyere, mert te nem az én bárányom vagy, aztán majd utána megkeresi az anyukáját, tehát ezért nem kell aggódni. Tehát a ciktának a szőrét azt viszont még szokták használni, például biztosan sokan ismerik azt a szót, hogy fuszekli, azt egy ilyen vastag zokni, amit az ő szőréből kötöttek, ugye például itt Budakeszi is ugye egy sváb település, és az ők szokták ezt csinálni magukból, illetve a pacsker szavunk az is onnan jön, hogy ők a ciktának a szőréből egy ilyen vastagabb báránypapucsot. Én például tavaly voltam búsójáráson, és ott is látható volt, hogy ugye hasonló szörméből készítenek még mai napig ilyen különböző kis mellényeket. Hát Magyarországra ugye az volt jellemző, hogy ezeket a birka fajtákat tartották, és a busójárásnál ott sokszor ugye az ő szőrük az, amelyik ott bemutatásra került végül is, illetve hát a szarvukat rakták fel az emberek akár a fejükre. Mekkora méretűek lesznek, hány kilósak ezek a kis bárenkák, és mekkorákra nőnek? A cikták azok ilyen 45 kilóra nőnek nagyjából, a kosok azok ennél azért nagyobbak. Nagyjából ilyen nagyságú lesz egyébként a racka is. Őket ugye elsősorban azért tartották, hogy mind tej, mind hús. Na jó, de első Vadasparban miért tartjátok őket? Mi a cél? Bemutatási célból. Jönnek a gyerekek, a városi gyerekek, akik meg tyúkot is alig láttak, és akkor lehet bárenkát is nézhetnek. Igen, hazai az új folklór. Vagy hát a népszerű igazából. A Vadasparban mostanában egyébként lesz majd még születendő valamilyen állatka? Hogy igen, látjátok? Érdemes eljönni hozzánk, mert hogy már van is egyébként. Egy új őstulok borjaunk született két héttel ezelőtt, és még várjuk a másik tehén. Mikor lesz majd látható? Vagy ő már látható, megtekinthető? Megtekinthető. Az első perctől kezdve az anyukájával ott van a kifutóján, és láthatjuk. Ha szerencsénk van, mert azért szereti a kifutónak a hátsó védettebb részébe eldugni a kis borjút, de
szempüles látogatókékkel látnak. Milyen állatokkal békések egyébként a bárányok? Mivel lehet összeengedni? Itt láttam előbb egy szamarat. Így van, szamárral gyakran szokták őket tartani, azért is, mert például Erdélyben, ahol ugye ridegtartásban tartják ezeket az állatokat, ugye gyimesi rackát, ott sokszor szamarat is csaptak mellé, mert az, hogyha farkast lát, akkor elkezd íjázni, és a néphiedelem szerint elkergeti a farkasokat, de kecskével is együtt tartható egyébként a birka. Ez azért is jó, mert a kecske az igazából felmegy mindenhová és megeszi a mindenféle kis rügyet, hajtást, a birkák azok pedig inkább ugye legelésznek. Mi az, amit esznek itt nálatok egyébként? Azt látom, hogy a itatójuk most jelenleg be van fagyva, de ezt gondolom nem hát probléma, nyalogatják. Feltörjük nekik igazából, tehát itt a jobb oldalán van egy törésben, ahol ők tudnak inni, de egyébként fűszénát és lucernaszénát szoktak kapni, kiegészítésként szoktunk nekik répát, almát, egyéb zöldségeket adni. De egyébként azért szeretnék nagyon tartani a falusi emberek ezeket a birkákat, mert eléggé igénytelenek, tehát a rosszabb minőségű legelőkön is ők megéltek, és hát volt ugye tej, hús, illetve hát bunda is. Nagyon szépen köszönjük, hát örülök, hogy meg tudtuk mutatni itt a bárányákat, és hát nem csak a két krémfejéret, hanem az újonnan szedett feketét is. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, mindenki látogasson ki a Budakeszi vadasparkba, mert láthatóak az állatok. Nektek pedig akkor további jó munkát, sziasztok!